A lekvárok, mézek, sajtok mellett kürtös kalács, füstöltárok, levendula készítmények és egyéb kézműves portékák közül válogathattak a nézelődők a virágpiacon. Fiatalkoromban a virágpiacon rengeteg virágárus volt, tényleg itt rengetegen voltak vásárlók is, és aztán utána ez az elmúlt évtizedben kiürült teljesen, és néhány néni árulta itt a virágcsokrokat az egyik sarokban, és aztán úgy döntöttünk, hogy egy kicsit életet lehelünk ebbe a piacba. Hát is akartuk alakítani egyébként egy kicsit, úgyhogy a buszközlekedés is kivezessük innen, de ezt aztán a Covid elfújta, de nem tettünk le erről, hogy egy kicsit még tradicionálisabb formába öltöztessük ezt a teret. Viszont nagyon szép, most látszik, hogy milyen sok szép zöld fa van, milyen szép árnyékos, és a Győrszor ZRT egy piacot indított el, ami korábban csak csütörtökön volt, most pedig az árusok kezdeményezésére szombaton délután van, és ezentúl minden szombaton délután itt lesz a téren a piac, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Az őstermelők szombaton sem okoztak csalódást, az egyedi termékekre nagy igény van, egyre több vásárló állítja, néha kevesebb a több. Március 21-én indultunk el a csütörtöki kispiaccal, és ez úgy tűnt, hogy sokakat érdekelt, viszont felmerült arra is az igény, hogy legyen szombat délután, és amikor az emberek jobban ráérnek, ne csak a délelőtti órákban legyen itt piac, és ezért indult el aztán ez a szombat délután 1 órától piac, úgyhogy most már minden héten kétszer itt vagyunk a kispiacon, csütörtökön 8-tól, illetve szombaton 1 órától. Ez a szombati piac, ez inkább kézműves piac, míg a csütörtök egy kicsit inkább termelőibe hajlik. Itt sokkal több az olyan kézműves is, aki esetleg csak szombati napon tud jelen lenni ezeken a piacokon. Ezen a szombaton legalább 20 standon terítették portékáikat a termelők. Ennyien várhatóan mindig lesznek, legalábbis ezzel számolnak a Győr-Szol munkatársai. Remélem, hogy ezt a létszámot tartani is fogjuk. Nem biztos, hogy minden héten ugyanazok az árusok fognak kitelepülni, de ez a 20-30 közötti létszám ez jelen lesz a piacon. Ezt ígérhetjük a vásárlóknak. És ugye nem is lehet túllépni egy bizonyos mennyiséget, hiszen akkor meg túl zsúfolt lenne. Igen, hiszen azért korlátok között vannak a lehetőségeink itt is, tehát azért nem terjeszkedhetünk bármeddig, de azért még van lehetőségünk, tehát egy 10-zel többet még tudunk fogadni, hogyha arra lesz igény, vagy arra van igény. Ugye igény volt a kiskereskedők vagy őstermelők részéről. Hogyan fogadják a járókelők, vásárlók, mi a tapasztalat? Milyen hangokat lehet hallani? Én azt gondolom, hogy szeretik. A csütörtöki piacra már visszajáró vásárlók vannak. Reméljük, hogy a szombati is így fog működni. Ezen túl tehát nem csak csütörtök délelőtt, hanem szombat délután is csemegészhetünk a virágpiacon, a termelői vásáron.